Ha az eredményeket nézzük, abszolút elégedettek lehetnek a KSC Szekszárd vezetői szurkolói. A négy csapatosra zsugorodott Siókupán két mindig komoly riválisnak számító együttes az Uni Győr és a Peac legyőzésével, valamint a gyengébb játékerőt képviselő Pink Pécs szinte leiskolázásával magabiztosan megnyerte a Siókupát az atomerőmű KSC Szekszárd. 8-szor a tradicionális felkészülési torna 51 éves történetében. A második helyen az Uni Győr, a harmadikon a Peac, a negyediken a Pink Pécs végzett. Mindig variáltam, más ötössel kezdtünk, mindenki kapott lehetőségé, látszott, mibe kell még fejlődünk. Kell találjunk, hogy kivek kapcsolatok játékos között, és jobb ritmusban kell kosárlabdázunk, nem csak 1-2 perc. Noha a vezetőedző szerint sok munka vár még rájuk taktikailag, ez így van, ettől függetlenül a szurkolók úgy érzik, remek csapatuk van, jöhet az október elejé bajnoki rajt.